Az egyetem szenátusának bevonulásával kezdődött az évnyitó ünnepség az Eszterházy Károly Egyetem EGRI kampuszán a líceumban. Liptai Kálmán megbízott intézményvezető köszöntötte a megjelent tanárokat, diákokat, utóbbiak közül kiemelt figyelemmel a gólyákat. Az Eszterházy Károly Egyetemen 2576 első évfolyamos hallgató kezdi meg szeptemberben tanulmányait. Liptai Kálmán felidézte Eszterházy munkásságát, 250 évvel később beteljesedő egyetemes álmát, az ahhoz vezető utat és a levonandó tanulságokat. Lehet tanulni tőle kitartást, eltökéltséget, vágyat a jóra és a szépre, lehet tanulni hazaszeretetet, szülőföld szeretetet, és meg lehet azt is tanulni, hogyha igazán követjük álmainkat, akkor beteljesednek. Azt is meg lehet érteni, hogy az ünnepek fontos, misztikus pillanatok. Az életünk csodás percei, órái, de az igazi az, ha mindennapjainkat tudjuk ünneppé nemesíteni. Az évnyitón köszöntötték az egyetem tudományos címet elnyert oktatóit, ösztöndíjas és kitüntetésekben részesült hallgatóit. Karonként két hallgató nyert el, nők a tudományért elismerést, egy diák pedig roma tehetségekért díjban részesült. Összesen 21 fő kap majd köztársasági ösztöndíjasként támogatást idei tanulmányaihoz. A város kulcsát Martonné Adler Ildikó nyújtotta át jelképesen az új egyetemi hallgatók képviselőjének, kiemelve ők is teljes jogú EGRI polgárok lettek. Az alpolgármester bejelentette, Eger indul az Európa Kulturális Fővárosa címért, és reméli az egyetemisták is aktív részesei lesznek a város kulturális életének.